módosító, vagy ajánlási pont egy olyan érdekes módosító javaslatot tár elénk. A jelenlegi törvény azt mondja ki, hogy a másodszor, tehát ha egy felszólítást küldenek az adott lakástulajdonosnak valamilyen hátralékról például, akkor a másodszor megkísérelt és az átvétel nélkül nem kereste jelzéssel a közös képviselőhöz vagy az intézőbizottság elnökéhez visszaérkezett felszólítást a postai kézbesítés második megkísérésének napját követő 8. munkanapon kézbesítetteknek kell tekinteni. Ez ugye azért fontos, mert a hivatalos iratok kézbesítéséről szóló törvényi rendelkezések valóban összhangban áll a törvénymódosítás, tehát ebben nem tévedett a benyújtó, viszont azt elfelejtette, és a hivatalos iratok kézbesítéséről szóló törvényi rendelkezés is ír erről, hogy az a közös képviselő vagy a lakásfenntartó szövetkezet által kiküldött levél nem minősül hivatalos iratnak, ezért nem úgy fognak eljárni vele, mint egy hivatalos iratnak, visszakerül anélkül, hogy a lakástulajdonos tudott volna. Ezt egyébként nagyon egyszerűen úgy lehetne megoldani, ugye ez törvényben nem lehet rendesen megoldást alkalmazni, tehát törvény nem tudja megoldást javasolni, hogy a közös képviselő vagy a lakásfenntartó újból elküldi a levelet, csak nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt valóban érzékeljük azt, hogy itt összhangban próbált hozni egy törvénnyel ezt a törvényt, de nem fog sikerülni, ez nem lesz életképes ez a törvénymódosítás. A 27-es ajánlási pontban szereplő, szintén Gaudi Nagy Tamás által benyújtott módosító javaslat pedig azt próbálja elérni, hogy ne külső cégekkel bízzunk meg ilyenfajta kamerarendszerek kiépítését. Így jelenleg a törvényjavaslat, ez külső cégek vagy pedig magánnyomozói irodák feladat körébe rendelni, hogy ezeket a kamerarendszereket, ezeket a biztonsági eszközöket kezelje. Ez viszont óhatatlanul is megnöveli a közös költség díját, legminimálisabb esetben is esetleg kétszeresére is, amit a jelenleg lakástulajdonosok nem biztos, hogy tudnak felezni, és nem beszélve arról, hogy óhatatlanul is törvénytelenségbe taszítaná esetleg a lakástulajdonosokat, mert ugye nem fogják tudni kifizetni ennek költségét, viszont a kamerarendszerre, Vágó Gábor képviselőtársam által elmondottak ellenére, igényt tartanak, vagy igényt fognak tartani, így viszont fennáll egy jogi hézak, hogy nem bíztak mele, mert nincs pénz egy magánnyomozó irodát vagy egy biztonsági céget megbízni, a kamerarendszer viszont működni fog. Erre is ajánl Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam egy jó hosszú módosító javaslatot, ezt is kérettetik majd elfogadni a tisztelt ház által. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. Több felszólalási szándékot a képernyőn nem látok, ezért a részletes vita egy szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem Szatmári Kristóf államtitkárt, hogy akar-e válaszolni, majd gondolom a határozathozatal előtt. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk. Soron következik a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 84. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Kovács Zoltán, Láng Zsolt és Bartos Mónika fideszes képviselők önálló indítványát Téper 3092. sorszámon, a Gazdasági Bizottság ajánlását pedig Téper 3092/3. sorszámon kapták készhez. Az első helyen kijelölt Gazdasági Bizottság megállapította, hogy a benyújtott módosító javaslat nem felelt meg a házszabály rendelkezéseinek. A házszabály 104. paragrafus második bekezdéséhez fűzött Alkotmányügyi és Igazságügyi Bizottság állásfoglalás alapján az általános vitát újból megnyitom, és bejelentem, hogy az általános és a részletes vita együtt megtartottnak tekintendő. A határozat hozatalog a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 129. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Mikl József, Nagy Kálmán, KDNP, Zsiga, Marcell, Gajda, Robert, Fideszes képviselők önálló indítványát Téper 3037. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig Téper 3037/4. sorszámon kapták készhez.
Megnyitom a részletes vitát a beérkezett módosító javaslatra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vitát lezárom. Megkérdezem, illetve nem kérdezem meg, hiszen az előterjesztő úr az nincs mire válaszoljon, hiszen vita nem volt. A módosító javaslatról várhatóan következő ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a természetvédelméről szóló 1996. évi 53. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Nagy Gábor Tamás és Láng Zsolt képviselők Fidesz önálló indítványát tépel 2236. sorszámon, a Fenntartható Fejlődés Bizottsága ajánlását pedig tépel 2236/6. Sorszámon kapták készhez. A házszabály rendelkezéseire figyelemmel a részletes vita két szakaszban nyílik meg. Az első szakaszban az első, második és harmadik pontok szerepelnek, amelyek a törvényjavaslat első paragrafusát jelentik. A második szakaszban pedig a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik pontokat vitatja meg az Országgyűlés, amelyek a törvényjavaslat második paragrafusát módosítják. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás első, második és harmadik pontokra. Megadom a szót 6 perces időkeretben Jábor Benedek, LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, kicsit magányos szónok leszek tekintve, hogy ebben a szakaszban kizárólag az én módosító indítványaim kerültek beterjesztésre. A módosító indítvány első, második és harmadik ponthoz szeretnék hozzászólni. Első pontban benyújtott módosító indítványomnak a lényege, hogy ahogy ezt az általános vitában elmondtam, a barlangi előfordulások esetében a kiépítésnek vagy a biztosítás költségeinek a ráterhelése az ingatlan tulajdonosra vagy az építetőre fölvet bizonyos problémákat, amelyek során azt gondoljuk, hogy mindenképpen az államnak olyan kötelezettsége van, hogy legalább az ingatlan tulajdonosát értesítse arról, hogy olyan ingatlanon készül engedélyes tevékenységet folytatni, amelyik esetében valószínűsíthető, hogy ilyen barlangi előfordulás van, barlangi feltárása sor kerülhet, és ezzel kalkulálva tudjon az építési költségekkel számolni. Ennek érdekében szükségesnek látjuk, hogy a földhivatal tartsa nyilván azokat a területeket, ahol ilyen barlangi előfordulások lehetségesek. Ennek érdekében egy új fogalmat vezetünk be a természetvédelmi törvény 4. paragrafusába, a barlangi előfordulással érintett ingatlan fogalmát, amelyel olyan ingatlanokat értünk, amely alatt vagy amelyel közvetlenül határos ingatlan alatt a barlang nyilvántartás szerint, valamint a terület geodéziai jellemzői alapján jellemző a barlang előfordulás, illetve annak feltárulása valószínűsíthető. Ennek révén föl lehet hívni az ingatlan tulajdonos figyelmét arra, hogy számítania kell arra, hogyha itt építési tevékenységet folytat az ingatlanon, akkor a barlangok kerülhetnek napvilágra, és ezekkel kapcsolatos költségek őt fogják érinteni. A második ajánlási pontban előterjesztett módosítónk igazából két elemet tartalmaz. Ennek a legfontosabb része az, hogy a ingatlanon végzett tevékenység következtében feltárult barlangok, tehát amikor nem egyszerűen a természetben mondjuk a barlangászok találnak egy barlangot, hanem építési tevékenység kapcsán tárul föl barlang, akkor ennek a bejelentési kötelezettsége azonnali hatályú legyen. A 8 napos határidő azért késő, mert mint arról szintén az általános vitában ejtettünk szót, nagyon gyakori, hogy megpróbálják az építetők
elépíteni, eltömedékelni, eltüntetni a feltárult barlangokat annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos hercegúrca ne sújtsa őket. Ez a szándék most még erősebb lehet, tekintve, hogy nem csak az eljárási nehézségekkel kell szembenézniük, hanem pénzügyi teher is hárul rájuk. És annak érdekében, hogy ezt el tudjuk kerülni, ezért nem lehet 8 napra hagyni a bejelentési határidőt, mert ez a 8 nap, ez bőséggel elegendő arra, hogy ez alatt az idő alatt nyomtalanul eltüntessék a feltárt barlang felszínről látható elemeit. Ezért azonnali hatályú bejelentési kötelezettséget tartunk kívánatosnak előírni, és ennek a bejelentésnek az elmulasztását viszont természetvédelmi szabálysértésnek szándékozzuk rendelni annak érdekében, hogy szankcionálható legyen, amennyiben a bejelentési kötelezettséget elmulasztja az építető. Ebben a második ajánlási ponton szereplő módosító indítványunkban még arra van egy pontosító része ennek az javaslatnak, illetve a előző ajánlási ponton a barlang előfordulással érintett ingatlanokkal kapcsolatosan előírjuk, hogy a hatóság köteles tájékoztatni a kérelmezőt, az engedélykérőt arról, hogy ez a körülmény fennáll, az ő ingatlan a barlang előfordulással érintett ingatlan, és a barlangi előfordulás valószínűsíthető. És a harmadik ajánlási ponton igazából ez egy pontosító módosítás, egész egyszerűen a törvényjavaslatban szereplő szöveg úgy gondoljuk, hogy nem kellően pontos. A tevékenység folytatója, az engedélyes, engedély jogerőssé válása és hasonló dolgok egy kicsit homályosan vannak megfogalmazva benne. Általunk javasolt módosítás egész egyszerűen pontosítja az előterjesztő szándékot, mentén maradva, tehát nem változtatja meg alapvetően a szándékát a törvényjavaslatnak, csak egy pontosabb, egyértelműbb, világosabb megfogalmazást ad ennek a javaslatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom. Most megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 4., 5., 6. és 7. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a 6 perces rendelkezésére álló időkeretben? Igen? Jávor Benedek képviselő úr, két szót. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. A 6. ajánlási ponton előterjesztett módosító indítványt szeretném indokolni. Az eredeti javaslat itt a természetvédelmi hatósági engedély érvényességének az időtartamát korlátozza 5 évben, ezzel maradéktalanul egyetértünk. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az engedély az időtartam lejártát követően meghosszabbítható legyen, amivel szintén egyet lehet érteni, ugyanakkor szükségesnek látjuk kiegészíteni a rendelkezést azzal, hogy ha az engedély kiadáskori körülményei nem változtak, akkor lehet a meghosszabbítást ezzel az automatizmussal megtenni. Egyszerűen arról van szó, hogyha az engedély kiadáskori körülmények megváltoztak, tehát például mondjuk új szennyező források jelentek meg az adott területen, ahol a már engedéllyel rendelkező szennyező tevékenységet folytató létesítmény üzemel, akkor egész egyszerűen újra mérlegelni kell azokat a körülményeket, amelyek közepette az engedély kiadható. Nem lehet automatikusan meghosszabbítani az engedélyt, hanem újra azt gondoljuk indokolt a környezeti hatásvizsgálat, vagy egy részletesebb vizsgálatnak az elvégzése annak érdekében, hogy a környezetben és az életminőségben keletkező károk minimalizálhatóak legyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni ebben a vitaszakaszban? Jelentkezőt nem látok, mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a vita egészét is lezárom. Most pedig megkérdezem Nagy Gábor Tamás képviselő urat, hogy kíván-e most szólni, vagy
csak a határozathozatal előtt kíván válaszolni. Most kíván Nagy Gábor Tamás képviselő úré a szó, parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt hiszem, hogy célszerű most rögtön válaszolni a részben, a vitában elhangzottak, a részben pedig a módosító javaslatokra, és a határozathozatalt is mentesíteni az ezzel kapcsolatos információk akkori megosztásától. Szeretném elmondani, hogy a módosító javaslatok java része pontosító jellegű volt, amelyeknek szándékaival egyetértek. Ugyanakkor, ahogy a mai bizottsági ülésen is erről beszéltünk, ezeknek részben a megfogalmazása, részben pedig az egész törvény logikájába illeszhetősége miatt nem támogatjuk előterjesztőként a befogadását. És azt javasoljuk, hogy az országgyűlés ne fogadja el ezeket a módosító javaslatokat. Nagyon röviden néhány pontot szeretnék indokolni, és néhány olyan körülményre is felhívni a figyelmet, amelyek most a vitában nem hangzottak el, de ugyanakkor az egész természetvédelmi törvény, és az ebben most a törvényjavaslatban foglalt barlangok védelme érdekében viszont fontos lenne, hogy elhangozzon. Az egyik az, hogy ahogy most haladva abban a hozzászólási rendben, ahogy itt a plenáris ülésen történt, a barlang előfordulásával érintett ingatlan, mint fogalom bevezetése aggályos. A földhivatal ma ilyen jellegű nyilvántartást nem végez, és úgy gondolom, hogy pont azt a helyzetet, amit a törvényjavaslat célozna, tervezetesen, ha valakinek az érdekében bizonyos munkálatokat végeznek, és ezáltal egy természetileg védett érték, egy barlang kerül elő, akkor azt annak a érdekkörében felmerülő ügynek tekintsük, és az ő költségén és az ő közreműködésével kell ezt megóvni, biztosítani, akinek az érdekében a munkákat elvégezték, egyértelművé teszi a helyzetet. Ez a fajta tájékoztatási kötelezettség és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség, az pont azt az objektív felelősséget, vagy annak határait mosná fel, amelyet ez a törvény rendezni szeretne, vagy törvényjavaslat. Ez azért nagyon lényeges, mert ha természetesen, ha ma is egy barlangok által gyakran tűzdel területről van szó, akkor ezt nagyjából tervezők, engedélyező hatóságok már eleve tudják. Ha azonban olyan helyen kerül elő egy ilyen barlang, amelyről korábban nem volt a hatóságnak, engedélyező szerveknek vagy a földhivatalnak tudomása, akkor páratlan hosszú viták jogforrása vagy alapja lehet egy ilyen szabályozás. Csak egy példát mondjak, a Gellért hegyen a kristálybarlang fellelése előtt nem volt ismert, hogy ott ilyen jellegű természeti képződmények vannak, épp ezért okozott ez meglepetést a szakemberek számára is. Ha ezt a fogalmat akkor ismertük volna, akkor az ottani beruházó joggal mondhatta volna, hogy kérem, én nem tudtam róla, nem is szeretnék ezzel kapcsolatosan tovább foglalkozni, hagyjanak engem békén ezekkel a költségekkel. Ez azonban nem szolgálja a természetvédelmi célok elérését. A másik a határidő kérdése, hogy az ilyen módon fellelt barlangok bejelentési határideje azonnali vagy 8 napon belüli legyen. Én azt gondolom, hogy a törvény logikájából a 8 nap általános határidő fakad. Természetesen jó lenne, ha mindenki azonnal jogkövető állampolgár módjára bejelenteni az ilyen jellegű barlangok felelését, ám ugyanakkor elképzelhető az is, hogy 8 napon belül is meg lehet tenni. Ha pedig ezt nem teszi meg, és egyébként a barlangot pusztítja, elföldeli, esetleg eltömedékeli, vagy más módon károsítja, akkor amúgy is olyan szabálysértést, vagy olyan vétséget követ el, amelyet a jog már büntetni rendel. Tehát ennek megfelelően én azt gondolom, hogy itt nem kell egy új szabálysértési tényállást alkotni, nem kell itt egy azonnali határidőt bevezetni. A ma a törvény által biztosított szankciórendszer erre kielégítő. A harmadik elem pedig, ami egy szövegpontosító jellegű volt, azonban részben képviselő úr hozzászólása is érintette, hogy 5 év határozott időre kiadható engedélyek letelte után változatlan feltételek mellett lehessen újra kiadni ezeket a hatósági engedélyeket.
Azt, hogy a változatlan feltételek fennállása esetén adható ezt ki, ezt nem tudjuk. Pláne nem tudjuk hosszabb időtávon garantálni. Én azt gondolom, hogy azért kell határozott időre kérni ezeket az engedélyeket, hogy ekkor a hatóság megfelelő mérlegelés alapján a szükséges akkor szakértői vizsgálatok lefolytatása vagy adatok bekérését követően dönthessen a hatósági engedélyekről. Ugyanakkor van két olyan elem is, amit még itt szeretnék megemlíteni a záros szavazások, illetve a módosítókról való szavazások előtt. Érkezett egy módosító javaslat, amelyik azt indítványozza, hogy a maximum, a határozott idő lehetséges leghosszabb időtartama 5 év helyett 10 évben legyen megállapításra, és ezt előterjesztőként támogatni tudjuk. Úgy tudom, hogy a tárca képviselői is támogatják ezt a módosító javaslatot. Ez azt jelenti, hogy egyértelmű, világos helyzetekben akár 10 évig is meg lehet adni a működési engedélyt, a hatóság azonban dönthet úgy is, hogy akár ennél rövidebb időre, ideiglenesebb jelleggel, vagy rövidebb, de végleges jellegű hatósági engedélyeket ad ki. És van még egy megjegyzésem, ami lényeges lenne. Magában a benyújtott törvényjavaslatban, képviselői önálló indítványban van néhány pontatlanság, ezt szeretnénk úgy orvosolni, hogy bizottsági kapcsolódó indítványt nyújtanánk be, és kérjük, hogy a Fenntartható Fejlődés Bizottsága tárgyalja meg, illetve ha ezzel egyetért, akkor a bizottság javaslataként hozza ide a ház elé szavazhatóvá tenni ezeket az elemeket. Erre már a mai bizottsági ülésen is utaltam, de most szeretném röviden elmondani, hogy miről is van szó. Az első paragrafusban egy szöveghelyességi pontosítást szeretnénk végezni, a barlang biztosítás és a barlang kiépítési munkákat egy szóba kell írni a hatályos helyesírás szerint, úgyhogy azt javasoljuk, hogy akkor ezt a bizottság pontosítsa. Már itt az általános vitában felmerült annak a szintén pontatlan megfogalmazása, ami a törvény 75. paragrafusának a kiegészítését szolgálta. Ugye itt helytelenül úgy fogalmaztunk, hogy az első, harmadik bekezdések helyébe lépnek az alábbi rendelkezések. Ez azonban nem helyes, ugyanis onnan már deregulálták, már törölték az ott korábban felelhető bekezdéseket, és ezért most ez úgy hangzana, hogy a 75. paragrafus a következő rendelkezésekkel egészül ki. És végezetül van még egy pontosítás, egy szövegpontosítás, ez azonban nem csak szövegpontosítás, ez már egy tartalmi kérés is lenne. Tekintettel arra, hogy az egész törvényjavaslat a barlangokat célozza meg, a harmadik paragrafus második bekezdésében foglalt megfogalmazás egy picit általános, túl általános. Erről ugyan nem volt szó, de előterjesztőként magunk is érzékeltük azt, hogy nem terjeszthető ki ez a törvényjavaslat az összes természetvédelmi hatósági engedélyekre. Ezért indokolt szűkíteni a törvény hatályba lépése előtt kiadott természetvédelmi hatósági engedélyekre vonatkozó utalást. Két módon szeretnénk ezt indítványozni. Az egyik az, hogy nem csak az 5 évnél korábban kiadottakra, hanem minden egy törvény hatályba lépése előtt kiadott határozatlan idejű szerződés vagy engedélyekre vonatkozzon, másrészt pedig csak a barlangokra kiadott, azokra vonatkozó határozatlan idejű engedélyekre vonatkozzon. Én bízom abban, hogy ezeknek a pontosító és, ha úgy tetszik, a szándékot egyértelműbbé tevő kapcsolódó módosító indítványokkal egy nagyon fontos, a természetvédelmi értékeket szolgáló törvényjavaslatot tárgyalhat meg, illetve fogadhat el a tisztelt országgyűlés. Köszönöm szépen a támogatásokat. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a módosító javaslatokról várhatólag következő ülésünkön fogunk szavazni. Tisztelt országgyűlés, soron következik a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPER 3197-es számon
Az Alkotmányügyi Bizottság ajánlását pedig téper 3197/6-os számon kapták készhez képviselőtársaim. Indítványozom, hogy a benyújtott módosító javaslatok számára figyelemmel a részletes vitát egy szakaszban folytassa le az országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kész velemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy az országgyűlés az összevont tárgyalásra tett indítványomat elfogadta. Most megnyitom a részletes vitát az ajánlás elsőtől negyedikig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a vitában? Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vitát lezárom. Megkérdezem Répási Róbert államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Most igen, megadom a szót államtitkár úrnak, parancsoljon. Elnök úr, tekintete arra, hogy a részletes vitában nem hangzott el vélemény, és az általános vita végén egyébként hozzászóltam, így fenntartom az ott elmondott álláspontomat, és akkor már így a szavazások között nem kerül sor hozzászólásra. Köszönöm szépen. Szépen államtitkár úr, tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön határozunk. Tisztelt országgyűlés, most soron következik az egyes jogállási törvényeknek az alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Lázár János és Varga István fideszes képviselőtársaink önálló indítványát téper 3296-os számon, az Alkotmányügyi Bizottság ajánlását pedig téper 3296/6-os számon kapták készhez képviselőtársaim. Indítványozom, hogy a benyújtott módosító javaslatok számára és tartalmára tekintettel a részletes vitát egy szakaszban folytassa le az országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, azt kérem, kész felemeléssel szavazzon, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés az összevont tárgyalásra tett indítványomat elfogadta. Most megnyitom a részletes vitát az ajánlás elsőtől hetedikig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen. Göndör István képviselő úr, az MSZP képviselőcsoportból, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nagyon röviden a 6-os számú indítvány, ami Rubovszky képviselő úr indítványa, és nem jogászként, de veszem magamnak a bátorságot, hogy ez így nagyon logikus. Tehát ahogy ő megfogalmazta, én arra kérem az előterjesztőket, hogy ezt gondolják végig. Hitem szerint ez ugyanabba az irányba mutat, amit az előterjesztők gondoltak, viszont a jogbiztonságot nagyon erősen befolyásolná. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel további felszólaló a képernyőmön nem látok, ezért a részletes vitát lezárom. Most megkérdezem Varga István képviselő urat az előterjesztő képviseletébe. Most vagy a határozathozatalt követően, most nem óhajt, köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön határozunk. Tisztelt országgyűlés, soron következik az állami számvevőszékről szóló törvényjavaslat részletes vitája. A Gazdasági és Informatikai Bizottság önálló indítványát téper 3109-es számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig téper 3109/72-es számon kapták készhez képviselőtársaim. A házszabály rendelkezéseire figyelemmel indítványozom, hogy a részletes vita két szakaszban nyíljék meg. Az első szakaszban a norma szöveget érintő másodiktól 118-ig terjedő pontok vitájára kerül sor, a második szakaszban pedig az első pont szerepel, amely a preambulumot módosítja. Aki ezzel egyetért, azt kérem, kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés indítványomat elfogadta. Tisztelt képviselőtársaim, a szokásoknak megfelelően magam is kérem a felszólalni kiváló képviselőket, hogy felszólalások kezdetén tekintettel a nagyszámú módosító javaslatra is mindig jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Na most megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás másodiktól 118-ig terjedő pontjaira, és megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak. 6 perces időkeretben parancsoljon képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Egyrészt kissé szomorú vagyok, hogy ilyen fontos törvényjavaslatról egy ilyen késői órán, ilyen szűk körben kell a részletes vitába beszélgetni. Másrészt örülök, hogy itt van körünkben Babák úr, aki biztosítja, hogy nem lesznek a
mondataim visszhang nélkül. Tehát a felszólalásomban a 9-es, a 11-es és a 17-es pontokhoz szeretnék az első körben felszólalni, további 2-3 felszólalásom azért még várható. A 9-es pontban Szilágyi Péterrel és Schiffer Andrással együtt azt javasoltuk, hogy köteles legyen az ASZ ellenőrzés lefolytatni az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének konkrét jogsértés gyanújának kivizsgálására irányuló kezdeményezésre. Ez azért fontos, mivel az állami számbevőszék a parlamentnek egy parlamenttel együttműködésben tudna működni olyan esetekben, amikor úgy fogalmazzam, hogy kilóg a lóláb olyan esetekben, amikor itt súlyos visszaélések vannak, és hogy ne lehessen itt az állami számbevőszéknek a túlterheltségére hivatkozva, vagy egyéb dolgokra hivatkozva súlyos politikai, akár politikai tartalmú ügyekben is késlekednie. Ezért volna fontos, hogy a parlamentnek legyen egy olyan lehetősége, hogy a képviselők 1/5-e, akár kormánypárti, akár ellenzőki, de egy meghatározott és azért nem kevés hányada föl tudjon úgy lépni, hogy igenis, itt van valami probléma, és erre az ÁSZ-nak pedig kivizsgálást kell indítania. És hogy az ÁSZ törvény egyéb javaslatai után, hogyha itt a normaszövegben is benne van, tisztán látszik, hogyha elindul ez az eljárás, akkor utána lesz is lépés a végén. Tehát nagyon fontos volna, hogy a parlamentnek legyen egy ilyen kezdeményező szerepe az ÁSZ-szal kapcsolatban. Ide a 11-es itt is közvetetten kapcsolódik ehhez, hogy Jávor Meredekkel és Schiffer Andrással azt javasoltuk, hogy az állami számvőszék törvényességi ellenőrzési tevékenységének keretében, szabályszerűségi, célszerűségi, ellenőrzési tevékenységének keretében rendeltetésszerűségi és tartalékos felhasználási, míg az eredményességi ellenőrzés tevékenységének keretében fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vesz. Hogy miért is fontos ez? Itt a Költségvetési Bizottság ülésén már fölmerült az, hogy az LMP-seknek mindenről a fenntarthatóság jut az eszébe. No de, vannak olyan közpénzből megvalósuló beruházások, ahol nem csupán a pénzügyi, gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, hogyha az eredményességet nézzük, hanem valóban vannak olyan környezeti, szociális hatások is, amik itt a fenntarthatóság kapcsán fölmerülnek, hogy ne lehessen olyan beruházásokat közpénzből finanszírozni, illetve azok eredményességét nézni, amelyek mind környezeti, mind gazdasági, vagy mind szociális szempontból egy fenntarthatatlan világ felé visznek. 21. század